A paksi polgármesteri hivatalban Barnabás István a megállapodás lényegéről beszél. Az alpolgármester a napokban látta el kézjegyével a Pécsi Jogtudományi Egyetemen azt a dokumentumot, mely alátámasztja azt a szakmai együttműködést az intézmények között, amely a Paks 2 beruházást segíti. A most ősszel indult 3 fél éves atomenergetikai szakjogászképzést, melyre 40 fő jelentkezett, a paksi önkormányzat is segíti az atomvárosban. Segítünk megteremteni a feltételeket, hogyha Pakson tartanak képzéseket, előadásokat. Segítünk nekik kapcsolódási pontot találni a beruházó cég, vagy esetleg a kivitelező céghez, mert nyilván ehhez is kell majd előbb-utóbb egy 3 fél éves képzés alatt. Úgyhogy, illetve az önkormányzat vállalta azt is, hogyha a Paks történetéről, vagy az előző beruházás történetéről, vagy a mostani beruházás előkészítéséről kell, akkor tartunk a képzésbe is, szívesen beszállunk és tartunk előadásokat. Valamint üzemlátogatásokat szervez az önkormányzat, és tájékoztatókat tart az erőmű beruházással kapcsolatos időszerű önkormányzati feladatokról a képzésben résztvevők számára. Az egyetem jogi továbbképzést szervez, valamint szakvéleményt készít a Paks 2 beruházással kapcsolatosan felmerülő jogi kérdések megválaszolásában. A képzés egy űrt tölt be a magyar jogtudományi oktatásban. Paksról és környékéről is több hatósági szakember, ügyvéd, jogász vesz részt e speciális atomenergetikai szakjogász képzésben. A paksi nagy beruházás sok ilyen jellegű feladatot fog generálni a jövőben.